Na sziasztok! Legyen megint már egy kis kuruzslós videó. Már régen nem volt. Beszéljünk erről a csodanövényről, ami itt van. A sarkantyúkáról. Szóval a sarkantyúka az a minden kertben szinte megtalálható. Legalábbis régebben így volt, hogy sok, nagyon sok kertben meg lehetett találni, most nem tudom. Mennyit vesztett a múltjából, most már, ki tudja, nem soha, hát én nem látom sűrűn, szóval pedig nagyon hiányzik a kertbe, mert nagyon sok jó hatása van, azon kívül, hogy gyönyörű szép virág. Na mindegy, szóval a sarkantyúka, ez egy gyógynövény, még hogyha nagyon sokan nem is tudják, hogy gyógynövény, tehát gyógynövények közé tartozik. Annyira gyógynövények közé tartozik, hogy 2013-ban Németországban az év gyógynövénye címet kapta. Tőlem már láttátok, hogy én megeszem a virágját, a magját, a levelét. Szóval a sarkantyúkának minden föld fölötti rész ehető, és nem csak ehető, hanem vannak nagyon jó tulajdonságai. Például nagyon nagy benne a C-vitamin és a kálium. Ezt a két dolgot rengeteg sok van benne, még hogyha az ízéről nem is kivehető a C-vitamin. A kálium az nem tudom, szóval ízről ki lehet venni, de a C-vitamin az egyáltalán nem kivehető az ízéből, nem savanyú, sőt erős, nagyon erős íze van. Én nagyon szeretem eszegetni. Tisztítja a légutakat, és erősíti a szervezetet is. A gyulladások ellen és ilyesmi betegségek ellen, szóval minden, ami gyulladással függ össze, jó az egész növény. Viszont a magja, a zöld magja, azon kívül, hogy egy elég finom ételbe a kapri bogyót, például a kapri bogyót ki lehet vele helyettesíteni. Szóval, ha szeretnétek friss kapri bogyóból főzni valami ételt, ez elég nehéz, mert kapri bogyót azt nem olyan egyszerű beszerezni frissen. Viszont a sarkantyúkának a bogyója erre nagyon jó alkalmas, vagy nagyon alkalmas, mert ugyanazt az ízt adja neki, mint egy kapri bogyó. Belefőzhetitek bármibe. De ha nyersen fogyasszátok, akkor viszont a bogyója, csak a bogyója a növénynek természetes antibiotikum. Szóval még más antibiotikumok, amiket gyógyszertárba lehet kapni, amit orvos ír fel, általában rombolják a szervezetet, mert vagy a hasnyálmirigyet teszik tönkre, vagy nem mehetsz ki vele a napra, mert mit tudom én, valami történik. Szóval különféle allergiás megbetegedéseket okoznak. Addig a sarkantyúkának a bogyója, vagy nem is a bogyója, mert a magja, a zöld magja ez, semmiféle külön elváltozást nem okoz, és nincs olyan rezisztens baktérium, ami ellen ne lenne jó. Szóval minden baktérium ellen használható, még a orvosi antibiotikumoknak mostanában kiderült, hogy nincs is olyan antibiotikum, amire nem tudom milyen fajta kórházi betegség van, amire semmilyen antibiotikum nem hat. Hát a sarkantyúga hat, csak tudjátok, hogy a gyógyszergyár, a gyógyszeripar ezt nem akarja beismerni, hogy a sarkantyúga ilyesmit tud. A növény magába Perúból származik, ezt tudhattam, vagy gondolhattam volna, mert minden növény, ami onnan származik, nekem nagyon tetszik. Mit lehet róla még tudni? Ha fák alá ültetitek,
akkor vannak bizonyos levéltetvek, amik utána nem mennek fel a fára, mert az illatát nem bírják elviselni a sarkantyúkának. És mint mondottam, nagyon szép is, van különféle változata, szóval színbeli változata van, amit hát a virágjáról lehet látni a színbeli változatokat. Van olyan, aminek a levele másmilyen, szóval én jobban szeretem ezeket a zöld levelűeket. Van olyan, ami foltos, olyan, mint a beteg lenne, azt nem szeretem. A méhek is nagyon szeretik, szóval egy ilyen, hogy mondjam, szóval egy gyönyörű, szép növény szerintem. Van elég apró változata is, van a futó változata. Én ezt a futó változatát jobban szeretem, mert szépen befut minden, és hogyha hagyjátok, ha nem eszik meg, nem eszitek le, nem legelitek le az összes virágját, akkor szépen fogja és a bogyóját és a magját elhullatja ősszel és jövő tavasszal, ugyanott újra kinő. Szóval egy ilyen, a növény magában nem évelő, de mivel elhagyja mindig a magját, ezért évelőnek is mondhatnánk. Na, szóval ennyit erről. Ja, még annyit akarok elmondani, hogy a sarkantyúkából lehet csinálni egy ilyen tinktúrát, amihez viszont alkohol szükséges, ezt én nem csinálok, viszont én szedek, mindig minden évben szedek sarkantyúkát és a virágját és a levelét szedem le, és leszárítom. A virágját az tejába, viszont a tejába vigyázni kell a sarkantyúkának a tejába való használatánál, hogy nem szabad felforralni a vizet ahhoz, hogy teját csináljál belőle, viszont jóval tovább kell áztatni. Ha forró vízbe rakod bele a virágját, akkor a benne levő jó anyagokat kiölöd. Tehát sok olyan növény van, ilyen gyógynövény, amiben igazság szerint nem szabadna forró vízbe rakni. Ez az egyik. A másik az, amire én szoktam használni a levelét, azt pedig megszárítom, összemorzsolom, belerakom egy üvegbe, lezárom, és télen, mikor érzem az első megfázás tüneteit, akkor vajas kenyére, vagy zsíros kenyére, vagy ki mire szereti, vagy akármilyen ételbe, ahogy ez passzol, egy kicsit erősebb íz, bele lehet rakni egy ilyen kis kanállal, és ha, mit tudom én, egy hétig, két hétig egyfolytában eszed, biztos, hogy nem fogsz megfázni. Ha van elég a kertbe, és van időd, és le tudod szárítani, akkor az a legjobb, hogyha egész évbe, vagyis egész télre leszárítasz eleget, és akkor mindig fogyasztasz belőle egy kicsit, az a biztos, hogy a megfázások el fognak kerülni. Na jó, hát többet nem akarok erről a kis növénykéről beszélni. Csak ajánlani tudom, hogy ültessetek, vessetek a kertetekbe, fák tövébe, nem csak azért, mert megvédi a fát bizonyos levéltetvektől, hanem azért is, mert szép. A méhek is örülnek neki, a pillangók is örülnek neki, és mikor így elmész mellett, és leszakítasz egy levelét, leszakítasz egy virágját, és megeszed, ez egy... Szóval egy kissé hasonlít a tormára az íze, egy nagyon finom. Én szeretem azt, hogy így nyáron leszerek egy paradicsomot, leszerek ebből egy levelet, vagy egy virágot, és együtt megeszem, vagy ugyanúgy paprikával, és nagyon-nagyon-nagyon finom. Na jó, szóval ennyit a sarkantyúkáról, ami 2013-ban az év gyógynövénye volt. Sziasztok!